A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a horvátok hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A kozármislenyi horvát önkormányzat is pályázott és nyert 650 000 forintot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT felhívásán. A temetőhöz vezető úton felállított keresztet Barics Gábriel görcsönyi plébános áldotta meg. A magyar kormány most már 2-3 éve rendszeresen pályázat segítségével segít az ilyen útmenti keresztek felújításában és a horvát falvakban. Szerintem több száz ilyen kereszt van szerte az országban, amelyik bizony felújításra szorulnak, és a különböző önkormányzatok és civil szervezetek ezt remekül kihasználják, és ilyen mai ünnepihez hasonló rendezvényekre én évente legalább 10-15-re járok az ország különböző területein, hiszen ez a helyieknek fontos, a helyi embereknek fontos, ez hozzátartozik a hagyományaikhoz, az életükhöz, és én nagyon örülök, hogy ilyen módon is kifejezik a hit életüket, a katolikus egyházhoz való ragaszkodásukat, úgyhogy én nagyon örülök, mikor ilyen helyre eljöhetek. Most is egy szép kis ünnepség keretében szentelték föl az új útmenti keresztet, és remélem, hogy ahogy hallottuk, az itt elhaladók keresztet vetnek, és egy kicsit a temetőbe menet visszaemlékeznek azokra az időkre, amikor talán még több horvát is volt ezen a környéken, illetve arra, hogy milyen fontos nekik a hitük és a katolikus egyházhoz való viszonyuk. Ezen a napon helyezték el a helyi Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek zárda templomában azt a sókristályokból készült betlehemi szoborcsoportot is, amit Pák testvértelepülés küldöttsége hozott Kozármislenybe, hogy az idei adventben legyen a templom éke. A különleges betlehemet, melyet pági kövek, ott termő fák ágai és gyógynövények levelei díszítik, 2008-ban Rómában is kiállították. Az egyik legérdekesebb testvérkapcsolati továbbépülésünk ugye a Págvárossal úgy alakult, hogy a hitéletet is tudjuk azzal erősíteni, hogy ami egy nagyon nagy hagyományokkal bíró városból érkezik, az nekünk mindig nagy dolognak számít, mert ez a Kozármislen fiatal város, nincs olyan mély történelmi múltja, mint Págvárosnak. És hát ugye só tömbökből, só kristályokból van egy betlehemük, ami már járt ugye Rómában, Pécset is már járt egyébként a Székesegyházban, ahol ki lett állítva, és idén az a nagy megtiszteltetés ért minket, hogy mi állíthattuk ki az Árda templomunkban. A Megyei Horvát Egyesület is ilyenkor jelen van, és ami nekünk nagyon fontos, hogy úgy éljük meg mi a nemzetiségi hagyományainkat, hogy ne külön-külön egy-egy településsel, hanem a régión belül és így megyén belül is együtt segítsük egymást. És ezzel azért én úgy gondolom, hogy a magyar nemzeti kultúrát is ugyanúgy tovább ápoljuk, illetve színesebbé tesszük a nemzeti hagyományt is, mert azért a nemzetiség az a nagy magyar közösségnek egy része. És azért azt láttátok az elmúlt években is, amikor kápolnát építettünk, amikor a stációkat építettük, és most, ahogy az útszéli feszületet is megáldottuk, ez mind egy közösségről szól, tehát nem csak külön a horvát közösségről szól, hanem a mi egészünkről szól, Kozármislenről szól.